Idén az előző évhez hasonlóan a nyírbátori csapat végzett az első helyen az Észak-Kelet csoportban, de az NB1B-be jutásról döntő osztályozón nem lépett pályára az együttes. Jelenlegi csarnokuk ugyanis nem alkalmas a másodosztályú mérkőzések megrendezésére, ezért feljutás esetén nem játszhattak volna hazai környezetben. Így továbbra is a harmadosztályban szerepel a csapat, az előttünk álló idényre átalakult kerettel, az építkezés szem előtt tartva készül a nyírbátor. Három meghatározó játékosunk hiány, fiatalokkal frissítettük fel a keretet, mások a célok, mások a célkitűzések. Páncél Zoli máshova igazolt, Illés Norbi, illetve a Fábián Vince, aki a tavalyi bajnokcsapatnak tagja volt, illetve hát helyi nyírbátori fiatalokkal töltöttük fel a keretet, akiket a jövőt illetően rajtuk múlik, hogy ki fog bekerülni az MB2-es keretbe, és így kezdtük meg az alapozást is, ennek szellemében dolgoznak a srácok. Az új edző Falcsik Miklós a jó védekezésre épülő, gyors támadásokat vezető csapatot szeretne látni a pályán. A szakember dolgát nem könnyíti meg, hogy több játékosát is nélkülöznie kell sérülés miatt. Egy edző akkor nyugodt, hogyha minden posztra van legalább két ember, és akkor még az ifjisták közül is bevethető lenne jó néhány. Sajnos ez nem mondható el. Beálló posztunk tulajdonképpen idézőjelben hiányos, bár a Lángmár visszatérésével, aki egy fiatal játékos, aki sajnos egy évet kihagyott, lehet, hogy megoldás lesz a beálló posztnak a pótlása, de a Bormárk, aki első számú beállós, rá lehet számítani. Átlövő poszton gyengültünk, ugye azért csak a Páncél Zoli személyében a tavalyi évadnak a gólkirálya távozott a csapattól, és nem abba hagyta, hanem igenis egy másik riválishoz, a szomszédvári Fehérgyalmathoz igazolt, úgyhogy mindenféleképpen gyengültünk vele, de megpróbálunk mindent megtenni, hogy az ő pótlására. Levente itt van, Menyárt Levente, aki kevesebb lehetőséget kapott Zolinak a szerepeltetése során. Most itt a lehetőség, bebizonyíthatja, hogy ő is egy nagyon jó képességű játékos. Azzal, hogy a két NB1-es csoportot összevonták, sok képzett játékos került NB2-es csapatokhoz. A nyírbátor kapusa ennek ellenére bízik abban, hogy ott lesznek a legjobbak között a bajnokság zárásakor. Igyekszünk minél jobb eredményt elérni. Valóban azt kell mondjam, hogy kevesebben vagyunk, de ugyanolyan elánnal, mint eddig próbáljuk a mérkőzéseket behúzni. Reméljük, hogy sikerülni fog, bár ez a bajnokság ez bivaly erős lett. Azt gondolom, hogy sokkal nehezebb lesz a jelentő bajnoknak is megnyerni, mint nekünk tavaly előtt. A nyírbátor az eddig öt mellett még három felkészülési meccset játszik a bajnoki rajtig. A nyitófordulóban szeptember 10-én a Tiszavasvárit fogadja Falcsik Miklós együttese.